szólítom a piros sarokba. Gál Konrád szegedi boxklub. És jön Szegedről a piros sarokba Gál Konrád. Ebben és tisztelt hölgyeim és uraim, szólítom a kék sarokba. Ellenfele a kék Képíró Ádám vasas üllős boxklub. Képíró Ádám a vasas üllős boxing team fantasztikus versenyzője. Ugye Gál Konrád tenne a Pink Rolandot, míg Képíró Ádám Lindy Norbertet búcsúztatta. Képíróról mondjuk el, hogy kiemelkedő alakja lehet ennek a mezőnynek. Már itt a 69 kg-osoknak, hiszen az előbb látott Kozák László csapattársa, aki a Széchenyi emlékverseny ezüstérmet nyert, ahol egyébként pont az Kozák László volt az aranyérmes. És következik is az első menet, tehát piros sarokban Gál Konrád, aki tegnap Pink Rolandot búcsúztatta, a kék sarokban Képíró Ádám, aki Lindy Norbertet akasztotta meg a további küzdelmektől. Lássuk. Szépen mérik föl egymás ütőtávját a boxolók. Most egyszer együttes találat volt, mint Gál, mint Képíró részéről. Ezek nem talált ez a bajobb kombináció, ez a balos viszont benn volt Képírótól. Gál álcsúcsára, csak erő nem sok volt benne, a végére jutott. Szépen dolgozott le testre Gál, visszament fejre Képíró. Megint szépen talált fejre Gál. És újra, köznek jól elhajolt a Képíró támadás elől. Ügyes Gál egyértelműen eddig. Megint betalált. Ugye menet, első menet felén azt kell mondjam, hogy méltó ellenfele Képíró Ádám a Gál Konrád. Hát nem hiába vannak itt mind a ketten. Egy-egy nyert meccset követően, tanapi napot így zárták a fiúk. Nagy csapat lett volna ezben egy Képírótól, de nem. Jól látom, most talán már itt szerzett friss ütéssérülést, úgy mondjam, Képíró. A bal szeme alatt már, ahogy szokták nálunk mondani, alakul a színjátszókör. Kőkeny ütések mindkét oldalon. Akkor, amikor beléptünk az utolsó percbe. Gál eddig kiváló bunyót mutat be. Elhajlásokkal, visszatámadásokkal, testre, majd fejre. Most is szépen törzsből kihajol Gál. És talál is, csak nem túl erősen Képíróra. És ha belépünk az utolsó 10 másodpercben az első menetben, talán most még egy Képíróról hamarra lesz idő, ahogy kinéz a történet. De megint visszatámadásból Gál az, aki talál. Most ebben a felütésben pont belehajolt egyébként Gál. De nem volt akkor megrendítő erej, hogy komolyabb kárt okozzon Gál Konrádban. Szorítóból. Következik a második menet. Az elsőben Gál Konrád nagyon szépen mozgott, kimozogta Képírót és többet is talált.
Oké, Píró megy előre, egyértelműen ő támad. Akkor Gál meg parádésan támad vissza. Szúr közbe. Általában bal egyenesekkel. Mint most. Gyönyörűen talált jobban Gál Konrád. Eddig azt kell mondjam, hogy nem képíró 3 perce. Mélyütés volt képírótól. Biztos nem volt szándékos, meg nem volt benne szerencsére akkor elő, hogy megáll egy csak kényszerítse, vagy esetleg orvosi szünetre Gál Konrádot. Azt kell mondom, eddig taktikusabban bugyózik Gál Konrád, pedig eredmények alapján akár képírót mondhatnánk esélyesen, meg fantasztikus ütés volt. Képíró megy előre. Próbál fogásütést találni Gál Konrádon. A második menet derekán. Szépen talált azért jobban a képíró fejre. Ez a Gál Konrád kettős, ez most képíró kettős felezékén landolt. Egy kicsit több hibával bugyóznak a fiúk. Hát azt is lehet mondani, hogy Gál Konrád csodálatosan hajolt el az elmúlt 3 ütés elől. Most képíró talált jobbal. Most azért Gál is visszaadott egy jobb felütésszerűen ütést. 10 másodperc van vissza a második menetből. És a Gál kombináció lesz, lehet, hogy ez lesz a vége. Igen. Azért volt egy képíró közbetámadás is. Látható, hogy képíró Ádám állva, még Gál Konrád ülve várja a tanácsokat és szusszanást, hogy ráforduljanak az utolsó, harmadik menetbe, ami dönt, ami dönthet akár így is, akár úgy is a végkimenet erről. Szorítóval következik a harmadik befejező menet. És jön a harmadik menet a szorítóból. Lássuk, hogy vajon képíró Ádám tud-e egy nagyot fordítani a sors kerekén, vagy Gál Konrád tovább folytatja ezt a taktikus ügyes ökölvívást, közben képíró indul meg. Gál hátrál. Most egyőre keresi képíró. Hopp, ez egy csúnya csúszás volt. Érdések meghúzódott-e. Mehet tovább, persze. Csak fél perc ment le a harmadik menetből. Szép bal csapott képírótól, és egy távoltartó balos volt Gáltól, amit betalált. Megint egy szép balos Gál Konrádtól. A képíró akar valamit, akkor most vagy soha. Szép kombináció, bal jobbal képírótól. Megint sikerült keresztbe várni a Gálnak. Ügyesen hajolt el ezelől a bal csapott elől. És gyönyörűen dolgozik és hajol el Gál. Képíró pedig próbálkozik nagyon-nagyon szépen, folyamatosan. Az ütései nagy részével nem tud találtot értékelhető, nagyobb találtot bevinni. Megint talál ballal Gál. Most azért ballal talál képíró is, kétszer is.
elment a menet fele. Képíró dolgozik, törzsből hajol el szépen. Nagyon szépen dolgoznak. Gál megint, most három fejütése is bent volt. Képíró megy előre, de nem talált most is. Ott valami van a piros sarokban, mert borzasztóan csúszik, meg is állítja a vezetőbíró az órát. Mehet tovább. Szép lassan ráfordulunk az utolsó percre. Megint egy szép Gál Konrád elhajolással. Ez lehetne akár az egész mérkőzésnek egy ilyen nagyobb képe. Képíró üt, Gál pedig elhajol. Ez a balos most ott volt. Gál azért ügyel arra mindig, ha jön is a képíró, közben kiesett a fogvédő. Méghozzá Gál Konrád fogvédője, szóval ügyel arra mindig Gál Konrád, hogyha támad is képíró, már pedig azért ez előfordul, akkor azonnal visszatámadjon, ne hagyja úgy, csak úgy annyiban a történeted. Szép, gyönyörű sorozat volt, megint nagyon jól hajoltál Gál Konrád. És újra képíró megy, pusolja, nyomja. Akkor is szépen el tud ajolni, ha arról van szó. És megint egy jobb holog elől és egy jobb egyenes, bal egyenes elől tanítani való módon mozgott, hajoltek. Gál. Ráfordulunk lassan az utolsó másodpercekre. És valószínűleg ezzel is lesz vége a mérkőzésnek. Most még talán egy utolsó akció. És itt a vége. Hát igazán taktikus parás küzdelmet hozott Gál Konrád és képíró Ádám összecsapását. Várjuk majd, hogy mi lesz az ítélet. És akkor várjuk, hogy a vezetőbíró kinek a kezébe meheti a magasba. Egyhangú pontozással győz. Így ott van a holnapi 69 kg-os elődöntőben a piros sarokban Gál Konrád, szegedi boxklub. Gál Konrád egyhangú pontozással győz, nagyon szépen dolgozta végig, és talán ez egy kisebb meglepetés, hogy képíró Ádám az elődöntőig sem jutott. Még egy 69 kg-os küzdelem lesz, a mai este összességében már a 20. Hunyót láthatjuk, utána pedig váltunk föl majd 75 kg-ba.